Az Aquaese 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a megyebeli fiatalokat úszni vagy vízilabdázni tanítsák. Az elmúlt másfél évtizedben felépült egy piramis, amelyben minden korosztály képviselteti magát. Az egyesület szakmai vezetője elmondta, hogy már az élvonalba is adtak játékos, illetve edzőt, a 15 éves évfordulóra szervezett rendezvényen pedig szeretnék, ha együtt ünnepelnének a korábbi és jelenlegi játékosok. 11 csapatunk van, aki a bajnokságban szerepel, plusz a felnőtt OB2-es csapat, egészen a Bébi bajnokságtól az országos serdülő bajnokságig bezárólag, plusz az Észak-Keleti Ligának az ifi csapata. Közel 200 gyerek vízilabdázik Kiregyházán versenyszerűen, 10 kollégával a háttérben, akik ezt szervezik és irányítják. Ennek apropóján ezt a 15 évet szeretnénk most az idén megünnepelni, többek között nyáron egy nagyszabású családi nappal, főzőversennyel és olyan kulturált rendezvényel, ahol megköszönjük azokat a volt és jelenlegi támogatókat, volt és régi játékosokat, akik visszatértek Nyíregyházára, most visszajönnek, meg a mostani játékosok és családtagjaik részére, hogy együtt van ez a nagy család. A felnőtt csapat egy hosszabb szünet után indult el ismét az országos bajnokságban. Az OB2-ben szereplő együttes szombaton a középszakasz második fordulójában a Szászhalombatta és a Semmelweis Egyetem csapatát fogadja. Én úgy gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően szereplünk egy ilyen hosszú kihagyás után, bár mi játékosok régóta ismerjük egymást, régen még utánpótlásban együtt játszottunk, azért az eltelt éveknek köszönhetően szükségünk volt pár fordulóra, hogy újra összeszokjon a játékunk. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, az eredményeink is azt mutatják, hogy még egy első fordulóban elszenvedett nagyobb arányú mérkőzést követően ugyanazzal a Miskolc csapat ellen például egy döntetlent játszottunk a következő fordulóban. Ezek nagyon pozitív eredmények, és úgy gondolom, hogy ez a jövőre tekintve nagyon sok jót jelez előre. A tavaszi bajnoki meccseket még Sóston játssza a csapat, ősszel viszont átköltöznek a Bújtosi uszodába, amelynek építése a tervek szerint halad. A földmunkák bezárultak, az uszoda medencetér kialakításra került, és most jönnek a látványos dolgok, most fog kijönni a földből igazából az épület. A falazási munkálatok elkezdődtek az öltöző résznél, és azt gondolom, hogy hatalmas erőket mozgatott meg a kivitelezőnk ahhoz, hogy valóban be fogjuk tudni fejezni az ígért határidőre az úszoda építkezést. Az új úszodában a bajnoki címvédő újpesti női csapat is vízbe száll egy hivatalos mérkőzésen, valamint a tervek szerint a női, illetve a férfi válogatottat is láthatják majd a szurkolók.